királynő itt lakik, beruházó, tervező és kivitelező vállalkozóknak. Készítik ugye a rajzokat. Kukucs! Gyuri, ezt nagyon szépen köszönöm, mert egyébként Csini, ez a munkavéde. És a közepét megnyomom, akkor megáll? Nem arra. Arra. Nyilván nem arra. Nem hiszem el. Akkor is belevágni közé. Építkezésbe. Ablak. Eljött az a pillanat, amikor kvázi házalakra fölkerülnek a szemek. Beengedjük a világot, a fényt, az erőt, a csit, a rezgést, az energiát, a napot. És ebben óriási nagy szakemberre találtam, Társ Györgyre. 1-10 mennyire volt macerás ez a ház? Én azt mondom, egy 8-as. 8-as? 8-ast megütöttük. 8-as, jó! Lemértük, megrendeltük, pontos paraméterek alapján a gyárba lekerültek az adatok. Mennyi idő, amíg kijön? Minimum 3-4 hét? 4 hét a maximum. És mennyi idő a beszerelése? Egy nap. Egy nap? Egy nap. Mekkora buli lesz itt hallod? Fú, meglátjátok, ez eszemen gyönyörű lesz. Letisztult, elegáns és egy lehelletnyi zöld. Zen! Az a helyzet, hogy idáig bírtam. 2 héttel ezelőtt levettük a méreteket, és nem bírtam tovább, le kellett jönnöm Füzesabonyba, megnézem, hogy hogy állnak az ablakok. Gyurit egy olyan 3,5 perccel ezelőtt értesítettem, hogy itt vagyok, és mutassam meg, hogy tulajdonképpen hol tartanak az ablakok. Szia, Anna! Hello! Hi! Köszönöm. Fölveszek bármilyen munkavédelmi ruhát, sisakot, szemüveget, sőt, csak mondd meg, hogy az ablakok azok... Kapsz velem egy mellényt, amivel megmutatom neked majd a gyártást is. Most bemegyünk és megnézzük, hol tart az előkészítés. De gyönyörű! Ez itt minden tükörből van. Itt a jégkirálynő itt lakik. Ez a vadonatúj irodaházunk. Vadonatúj irodaház. Nézd meg. Hoppá! Fie, hallod? Megtaláltad. Ez a te szöveged. Igen. Ezt akartad felolvasni? Nem, erről akartam beszélgetni. Várjál, fie, szerepjáték. Szabad? Szabad. Lehetek a titkárnő? Lehet. Na figyelj meg, hoppá! Alisz, éles látás biztosít. Alisz, csodaország, beállítom. Na várjál, hogyha itt... Na figyelj! A Fenstein Future ZRT... Várjál, mert összeteszem a lábam, így egy picit így. A Fenstein Future ZRT Magyarország egyik legnagyobb ablakgyártó komplexumaként nyomon követi az építőipari és a belső építész trendek változásait és innovatív megoldásokat kínál mind a magánvevőknek, mind a projekt megvalósításában dolgozó, beruházó, tervező és kivitelező vállalkozóknak. Saját gyártású termékeik között megtalálhatok a műanyag, alumínium, ablakok, ajtók és függőágyak. Függőfalak. Mióta gyártotok ablakokat? 1998-ban gördültek le az első műanyagablakok a gyártósorról. És most itt vagyunk fönn a Fellegvárban, de 2 szinten lejjebb, szorgos kis kezek, kalapáccsal és a szájukból kilógó kis szögekkel szerelik össze, mint a nagypapám az ablakokat? Nem, itt egy nagyon komoly fejlesztés zajlott az évek során. Itt már online megy át az információ a üzemcsarnokban. Itt a szerkesztők megcsinálják a terveket, a gyártmányterveket. Ezeket online átküldik a gyártósorra, és gyakorlatilag amit bemutatok majd neked a gyárba, azt fogod látni. A mesterséges intelligenciát meglessük munka közben. Először a tervezőket nézzük meg. A gyártás előkészítést fogjuk megnézni először. Ja. Aztán megyünk át a gyártósorra. Tervezés, gyártás, kész ablak. Mehetünk? Így van. Tessék, ezt visszaadom. Köszönöm. Papírkát itt. Na gyerek. Nem arra. Arra. Nyilván nem arra. Parancsolj. Kapan, itt mások alszanak. Itt nem zavarjuk meg a kollégákat, itt zajlik a gyártás előkészítés, a szerkezetek tervezése, és akkor itt a srácok és a lányok készítik ugye a rajzokat. Nézd csak. Ez pont a te szerkezet áttekintőd. Ezzel ti készültetek. Gyuri, te cuki vagy. Veszel, az a baj, hogy te egy nagyon kedves ember. Az ügyfél, az vagyok én, oda van írva pásztor annak.
hagyjuk. Adsz nekem ilyen izéhírt? Adok egy sárga mellény, neked is, mert ez úgy szükséges. Ezt lopom, vagy hagyjam? Hozhatod. Oké. Ezt nagyon szépen köszönöm, mert elképesztően csinni. Ez a munkavédel. Ó, hallod? Ez most, ahol vagyunk, ez mi? Ez az üzemcsarnokunk. Megmunkáló központ. Imádod. Megmutatom neked. Megmutatod? Meg. Vezess, Gyuri. Gyere. Ezek az ablak keretek, ugye? Így van. Az enyém az milyen lesz? A tiéd ilyen lesz. Úgy hívják ezt a szint, hogy antracit. Mielőtt építkezésből lediplomáztam, fogalmam nem volt, hogy van olyan szín, hogy antracit. Nekem, halljak meg, egy szürke. Ezen fog kinézni a következő 150 évben. Te fogja keretezni a jövőmet ez a szín. Gyuri, ez kórház! Ez nem ez a fülészet! De kórház! Megfogunk egy szép profil. Száz. Profil. Meg kell fordítani. Igen. És betessük, ha behelyezzük a hosszút. Itt óvatosan berögzítem, megpróbálom nem összetörni. Helyez nekem! Most meg fogja fogni a gép. Kék. Majd a zöld. Teljesen automatizált minden. Ezt ki kell festenem szürkére. But I thought he was just all right. I'm sad to tell you, so sad, when he didn't come back home. Ez itt most a szárny, ugye, ami készült? Ez a szárny. A keret, van a keret, és a szárny, az meg ami nyílik. És ezek lehetnek különböző színűek. Vagy egy színűek, vagy külön. Én azt hittem, hogy az egész egy ablak keret. Az ablak keret is két felé van. Az egyik a keret, a második meg a ez szárny. Ez így van, pontosan. Azért szárny, mert hogy... Érted? Egy másodpercre vagyunk attól, hogy elkészüljön az ablakon. Ablak. Ember. Elkészültünk. Csinálna vala ablakot. Itt vannak a kész ablakok. Mennyi idő alatt készül egy ablak? Az elejétől idáig? Körülbelül. Másfél óra üvegezéssel együtt. Egy házat, egy komplett, bonyolult házat összetesznek egy nap alatt. Stop. Ha valamiben nem hiszek, az a stop. Engem nem lehet megállítani. És az ablakok, azok készülésben vannak. Két héten belül megérkeznek az ablakok. Én nem tudok már eleget várni arra, hogy meglássam, hogy milyen gyönyörűséges szemei lesznek a házamnak. Egészen az első fázistől az utolsóig végignéztem, hogy készülnek az ablakok. A következő alkalom pedig, amikor találkozunk, az lesz, hogy beszerelik az ablakokat. Nem hiszem el. Kukucs! Egy éve fogadott. Nagyon sok dolog letisztult. Az a helyzet, hogy járóbetön került a fenekem alá, ami olyan, mint amikor a lányok kisminkelik magukat, és alapozó felkerült, tehát mindenféle egyenletlenség, pattanás, stb. A jelen esetben például a gépészetet sikerült olyan szépen elrejtenünk, hogy azok a csövek, azok a fűtés-hűtés csövek, vízvezeték csövek, stb. Végig behálozták az egész házat, azok nem látszanak. Tehát van egy ilyen sima arcú, gyönyörű, úgy a homlokzatunk, mint a szobabelsőnk, ahova, hogyha idejében megérkezel az építkezésre, és még friss a beton, tehát hogy én nagyon szeretem a betonszagot, ha friss a beton, akkor bele lehet vésni nagyon fontos üzeneteket, ilyen time kapszula néven az utókornak, hogyha kibontják majd a burkolatot. Itt van Benji, mert hogy ez a gyerekek szobája lesz, Benji, és ott van Zoe. Egyéb iránt még van odalent Karcsi, nagyon remélem, hogy a Karcsi nem jön fel az emeletre. Előző kecóban is az volt, hogy biztos, hogy a kutya nem jön be, az első héten már benne, majdnem az ágyunkban. Tehát Karcsi lent fog maradni, nem jön fel az emeletre, ezt most valóban be kéne írni, hogy ez szentírás legyen. És van egy cica felirat is, amit a többiek még nem tudnak, de beírtam egy cicát, még nincs cica, de hogyha valamit belevésel a betonba, az lesz. Hello! Hello! Kinyitom az ajtót, és fiatal emberek munkafolyamatokat végeznek a házon kívül és belül. Szia, Martin vagyok. És te mit csinálsz itt a házam előtt? Hát képzeld el, hogy redőny felméréshez jöttem, és elkezdtem felvenni itt a megfelelő méreteket, paramétereket, hogy a pontos mérés az nagyon fontos. Nagyon turkáltam az agyamba, hogy valami opciót keressek, ami sötétítésre szolgál az ablakokon, de egyedül a nagymamámnak a zsalujára emlékeztem, amit nagyon gyorsan el kellett fejtenem az építkezés elején, ugyanis itt a zsalu teljesen más, mint ami a nagymamámnál volt. Milyen opciók vannak még arra, hogy sötétítsünk?
ami egyébként erre a zsalu kifejezésre egészen hasonlít, de mégse ugyanaz, sőt teljesen más jelent, hogy ez a zsalúziának elkeresztelt, elnevezett árnyékoló, gyakorlatilag ugyanúgy egy tokba felhúzódó árnyékoló redőnyhöz hasonlóan, csak itt a lamellákat különböző dőlészökbe lehet motorosan billenteni, forgatni, ezáltal nagyon szépen lehet szabályozni a bejutó fény mennyiségét. Ez a megoldás valamennyivel érzékenyebb egyébként a szélhatásokra, mint a redőny, tehát itt mindenképpen javasolt szélérzékelő használata. Köcsök, kaphatom a lézerkardodat. Régebben föléptünk egy olyan majorkai diszkóba, ahol a lézert, hogyha egy pontba összesítették, akkor a bakelitet a DJ pultba át lehetett vele lyukasztani. Hát ezzel az eszközzel ilyet nem tudsz, távolságot tudsz vele mérni. Oly távol vagy tőlem, és mégis közel. 67 centire vagy tőlem. Az sok. Az a helyzet, hogy én laikusként úgy gondolnám, hogy kész a kecó, és a végén majd rátesszük a zsalut. De már megtanultam az építkezéssel kapcsolatban, minden mindennel összefügg, és nem lehet időben, eléggé időben gondolkozni, mikor kell a árnyékolás? Az árnyékolásra gondolni, így van. Tanulok. Gyakorlatilag az árnyékolással érdemes kalkulálni már a tervezés szakaszában. Tehát amikor már áll az épület, és akkor kezdünk el árnyékoláson gondolkodni, akkor sok esetben sajnos már majdnem el vagyunk késve vele. Például konkrétan egy rejthető tokos árnyékolónál sok problémába tudunk ütközni, hogyha ez utólagosan merül fel a megrendelő részéről ez az igény. Hát akár már a tervezés fázisában, mi nagyon gyakran egyébként együttműködünk az építészekkel, tervezőkkel, és később a kivitelezés folyamán a különböző szakágakkal és kivitelezőkkel, tehát már a tervezés folyamán érdemes gondolkodni abban, hogy később milyen árnyékolást szeretne majd az ember. Igen, mert jelentősen megadja a külalakját a háznak, tehát hogy például nálam rengeteg nyílászáró van, tulajdonképpen az 50%-a a háznak, és ott azért a színe, a minősége, a elrejthetősége. Gyakorlatilag ez összefüggésben van akár a homlokzati szigeteléssel is. Tehát ez a szigetelés alá kerül gyakorlatilag ez a redőnytok, ennek előre ki kell alakítani a helyet, ahova ezt el tudjuk mi majd rejteni a beépítés során. És akkor nem látszik semmi, egyszer csak a falból előkúszik? Pontosan, így van. Ez tehát szemből nem látszik semmi, alulról látsz csak egy kis alumínium szerelőfedélnek hívják gyakorlatilag, ahhoz, hogy később hozzá lehessen férni. De hogyha ehhez a dobozt bele kell építeni a szigetelésbe. Betörés ellen is védelmet nyújt, ugye kifele is nehéz átjutni rajta. Gyakorlatilag magát a redőnyt azt kifejezetten, illetve például amit itt is látsz, ugye ez a zsalúzia. Megérkeztünk zsalúzianába! Így van, mondhatnánk, hogy mintha ez egy ország lenne, de valójában így van, ez a zsalúziák otthona, amit most itt látsz. Meg is mutatom egyébként, hogy működik. Ez szintén egy kültéri motoros árnyékoló, gyakorlatilag a redőny helyett lehet akár ez egy opció, alumínium szerkezet, úgyhogy abszolút ellenáll mindenféle időjárási tényezőnek. Gyakorlatilag többféle lehetőség létezik az árnyékolásra. A redőny az egyik legismertebb változat ennek. A zsalúzia, ami nálunk gyakorlatilag még megjelenik, mint kifejezés, ez egy ilyen fordítható lamellás árnyékoló. Zsalúzia? Zsalúzia. A redőny természetesen, amit a leggyakrabban alkalmaznak. Ez egy redőny volt? Ez egy alumínium redőny volt. És ez megvéd a betörők ellen? Így van, ez betörésvédelmet is biztosít gyakorlatilag. Fel lehet ruházni akár feltolásgátlással is, magyarul feltolásgátlás? Feltolásgátlás. Kézzel nem lehet feltolni a redőnyt, hiszen ugye ezek motoros redőnyök, tehát kézzel nem tudod feltolni, illetve akadályérzékeléssel is el lehet látni. Akadályérzékelés? Így van, haladt valami nem fog rám furácskolni a redőny. És szigetel? Így van, a szigetelésben is abszolút, tehát a hőszigetelésben is segít. Ha már egy eleve jól hőszigetelő nyílászárod van, azért a téli hónapokban is akár tud segíteni a redőny, amikor le van engedve a légrés, ami keletkezik, az is hőszigetel, és hát természetesen nyáron kifejezetten az árnyékolás segíti elő, hogy a belső klíma az minél kellemesebb legyen. Nálam van az irányító! És ha ezt megnyomom, akkor lefelé jön. What? Akkor jön le. És a közepét megnyomom, akkor megáll? Ó, de menő. Ez pedig a szúnyogháló. Így van. Az a baj, hogy látom, hogy amikor nálunk házi buli lesz, akkor a haverjaim megszervezik a távirányítós, és ezzel fognak játszani a vízé tempóra. Figyelj, milyen extrák vannak, mert itt ez az egész bemutató terem full extra. Tehát ott láttam valami napelemes redőnyt. Abszolút jól láttad. Az egyik nagyon különleges megoldásunk, forgalmazunk napelemes redőnyt. Ez azt jelenti gyakorlatilag, hogy nem kell villanyszerelési munkálatokat elvégezni előtte, nem kell odakábelezni, egy napelemes panelt kap maga a redőny, és gyakorlatilag az biztosítja az áramellátását a redőnynek. Aksival kiegészítve akár mondjuk 45 napot is elbír egy töltéssel. Nyilván van aksi, mert hogyha sütét van, akkor nem mész sehova. Tavasszal jössz hozzánk vissza, és megnézzük, hogy
teraszodra mit tudunk kitalálni? Skander. Legyőztél. Tér az életem. Martin, nagyon-nagyon szépen köszönöm a tárlatvezetést. Köszönjük mi is, hogy eljöttél, örültünk neked. És még időben jöttünk, úgy néz ki, ugye? Így van, abszolút. Úgyhogy legközelebb találkozunk akkor majd nálad a helyszínen. És melyik lesz a beépíthető, motorizált, vakolható, festhető? Így ebbe a sorrendbe, ahogy mondod. Hát figyú, az a helyzet, hogy our redoing is the best. Most mutatom, hogy hogy fog kinézni, amikor lassított felvételben megnyomom majd a remote control. Ennyi. Thank you. Van egy olyan dolog, amiről kevesen beszélnek, de nagyon fontos, hogy megemlítsük, és ez az idegi faktor. Nagyon szívesen elmondom, hogy nálam milyen idegi tünetek vannak. Kimerültség, fáradtság. Elkezdett beállni a csuklyás izmom olyan szinten, hogy az agyam nem kap tulajdonképpen oxigénnel dús vért. Nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy valahogy kiegyenlítsd az építkezés stresszét, hogy esetleg meditálj, esetleg menj el masszíroztatni, sétálj az erdőbe, ölelgesd a kutyádat, bújj hozzá a gyerekeidhez, mert hosszú távon nem veszed észre, mert borzasztó izgalmas, benne vagy, valami megint készül, oda kell rohannod, folyamatosan újabb problémákat dob föl a gép, és egyszer csak nem veszed észre, és egy hegyet, egy házat viszel a hátadon, és ennek testi tünetei vannak. Vannak, akik ebbe beleőrülnek, vannak, akik öngyilkosok lesznek, vannak, akiknek szétmegy a kapcsolata, a családja, a barátsága, stb. Valamint a saját idegrendszer. Erre föl kell készülni, és nekem a személyes tanácsom az, hogy vedd az egészet egy hihetetlen játéknak, és ne tűzz magad elé ki elérhetetlen célokat, és engedd el az időt. Engedd el azt, hogy mikor lesz vége, már benne vagy, és lesz házad. Hogy most, egy év múlva, két év múlva, vagy öt év múlva, mindegy, bónusz, lesz ház, ott vagy, az úton vagy rajta. Úgyhogy kitartás. Nagyon sokszor mondják az emberek, hogy sok vagyok, rengeteg vagyok, és magam sem hittem el, hogy eljön az a pillanat, amikor kevés leszek. Ez barna lesz, fehér és arany. Ez a terv. Mekkora kupleráj lesz itt, amikor maguk jönnek? Nulla. Próbálom összeszedni magamat, de muszáj, mert annyira közel van a vég, az célegyenes már ott van. Ez olyan, mint egy gigamaraton, ahol éppen kimegy a bokád az utolsó 200 méteren. Akkor egy lábon ugrálok, de ha kell, akkor térdem mászok, vagy fejem pörgök, hogy beérjek, de bemegyünk valahogyan. Bemegyünk.